Az Extra Ligában többször találkozott már az idei szezonban a JASZ Berénnyel a Fátum Nyíregyháza. A női röplabdások egy kivételével mindig magabiztosan legyőzték a berényieket. Az az egy alkalom épp a két csapat legutóbbi nyíregyházi meccse volt, amikor hátrányból fordítottak a vendégek. A Fátum szakmai stábja abban bízik, a Magyar Kupában legyőzik majd ellenfelüket, ami egyben azt is jelenteni, hogy a döntőbe jutna a csapat. Nyilván nem voltunk boldogak, hogy veszítettünk, és ez a két pont jelenleg hiányzik, de viszont visszahoztunk már sokszor más pontokat, tehát hogyha csak azt mondom, hogy a Békés Csabát háromszor megvertük, én úgy gondolom, hogy Magyarországon erre még senki nem volt jelenleg képes, úgyhogy mindig a következő feladatra kell koncentrálni. Ugye én mindig szegény vagy nem szegény Roger Federerre szoktam pédálozni, ugye nagy bánatomra két nappal ezelőtt is egy fiatal titántól elvérzett, de hát ilyen a sport, nem lehet mindig győzni. Az a lényeg, hogy föl kell állni mindig, és a következő feladatra koncentrálni, és én úgy gondolom, hogy a szezonban ezt már nagyon sokszor bizonyítottuk. Én azt látom, hogy a csapat egyre jobban izmosodik, egyre szebb játékot és stabilabb játékot tud nyújtani. Most már az elképzeléseimből nagyon sok mindent visszalátunk, úgyhogy remélem, hogy ezt az utat tudjuk tovább járni. A Fátum Nyíregyháza keretében volt változás, az amerikai Allison Mayfield pedig remekül mutatkozott be. Érkezésével kicsit mást játszik a csapat, ő ugyanis főként támadásban aktív. A bajnokságban két fontos rangadó következik majd a Nyíregyháza számára, előbb a Békés Csaba érkezik, majd a Vasas vendége lesz február elején a Fátum. Utóbbit eddig még nem sikerült legyőzni a szezon során. A Magyar Kupa mérkőzés visszavágóját a JASZ Berény ellen január 30-án rendezik a Continental Arénában.